Közeledik az évvége, lezárunk egy tőzsdei időszakot, minden egyes naptári év az adózás szempontjából is egy nagyon fontos ciklus. Az év elején el kell készítenünk a személyi jövedelemadó bevallásunkat, és ebbe 16%-os adóval meg kell fizetnünk az adott évben keletkezett árfolyam nyereség után az adót. Fontos megjegyeznem, hogy a különböző brókereknél, különböző piacokon és különböző termékeknél keletkezett árfolyam nyereség és veszteség összevezethető, tehát ezeknek az egyenlege után kell megfizetnünk az adót. Ahol veszteséget szenvedtünk el és ahol nyereségünk van, ezt összevezethetjük, a költségeinket levonhatjuk, tehát hogyha a szolgáltatónál valamilyen költség merült föl, ezt szembeállíthatjuk szintén a bruttó nyereségünkkel, és az így keletkező nyereség alapot vesszük alapul, és az adóbevallásban szerepeltetjük, és ezután fizetjük meg évente egyszer a 16%-os adót. Nagyon szívesen segítünk az adóbevallás elkészítésében, tanácsadással és konkrét adóbevallás elkészítésével is állunk rendelkezésükre.